A Szatmár Akadémia határon innen és túl, mégis itthon elnevezésű programot a Lubi Társaság hívta életre. A Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott rendezvényen belül 6 napon keresztül táborozott 20 résztvevő Beregdarócon. Az itteni órák, előadások, játékos foglalkozások csak az egyik részét képezték, a Szatmár múltját, irodalmát, történelmét, néprajzát, természeti csodáit, gasztronómiáját, zene múltját megismertetni kívánó program. A többi napokon hosszabb vagy rövidebb kirándulásokon vettünk részt. Ezek elsősorban Szatmárnak a legfontosabb nevezetességeit, illetve a kevésbé ismert helyét mutatták be a gyerekeknek, és egy nap pedig átmentünk a határon túlra, ahol az egykori megyeszékhelyünk Nagy Károly és Kaplony nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Úgy érzem, rendkívül fontos volt a gyerekek életében ez a tábor. Ezek a fotók a honismereti tábor alatt készültek, a gyerekek többek között a szatmári ízekkel és nevezetességekkel ismerkedtek meg, valamint több előadáson, játékos vetélkedőn vettek részt. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem is, hogy megismerkedhettem jobban ugye Szatmár megye történelmével és egész népével. Köszönöm a Lubi Társaságnak, hogy határt építhettem a határok felé, hídat építhettem a határok felé, és rengeteg embert megismertem, és sok barátot szereztem, és élményekkel gazdagodtam. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a határon átnyúló együttműködési programok nem csak gazdasági kapcsolatainkat tudják erősíteni, hanem nemzettudatunkat és az emberi kapcsolatokat is. Élén járunk azoknak a határmenti programoknak megvalósításában, amelyeket egyrészt az Európai Unió forrásai tesznek lehetővé, másrészt pedig a hazai források tesznek lehetővé számunkra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeknek a határoknak az úgymond megnyitása a kötelező feladatunk. Természetesen a megnyitás szó az egy kicsit idézőjelesen értendő. Azt szeretnénk, hogy valóban az emberi kapcsolatokon keresztül szűnnének meg azok a határok, amelyek a történelmi döntések során így alakultak. A Szatmár Akadémia augusztus 28-án zárult, a tervek szerint a Lubi Társaság jövőre is megszervezi a honismereti tábort.